A havazás a hét második felében is okozhat még gondot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vegyes napadékra és erős szélre vonatkozó sárga riasztást adott ki, amely az ország nagy részében érvényes. Főként esőre kell számítani, de Erdélyben, Máramarosban és a hegyekben fokozatosan átvált havazássá. Április 20-a és május 20-a között szervezik meg idén a másodikosok, a negyedikesek és a hatodikosok országos képességfelmérő vizsgáit. A diákok anyanyelvből, román nyelv és irodalomból, valamint matematikából írnak felmérőt, a hatodikosok pedig természettudományokból is írásbelíznek. Ezek a jegyek idén sem kerülnek be a naplóba. Tavaly elmaradtak, de idén megtartják a másodikosok, negyedikesek és a hatodikosok országos képességfelmérő vizsgáit. A tudásfelmérés a másodikosok román írásbeliével kezdődik április 20-án. Másnap a román nyelvű olvasási képességeiket, utána matematikából, végül pedig az anyanyelvi olvasási és írásbeli készségeiket mérik fel. Mindegyik vizsga fél órát tart. A negyedikesek esetében már egy órát tart a felmérés, és május 18-án kezdődik román nyelvvel, másnap matematikából, május 20-án viszont anyanyelvből vizsgáznak. A hatodikosok kommunikációs képességeit román és magyar nyelvből május 12-én mérik fel, míg matematikából és természettudományokból május 13-án vizsgáznak. Ezek a jegyek nem kerülnek be a naplóba. Felmérések után a módszertani közösségek kijavítják ezeket, a dolgozatokat, a pedagógusok levonják a következtetéseket, és egyéni beszélgetések során, ezt szeretném hangsúlyozni, a szülőkkel, a gyerekekkel megbeszélik a nehézségeket, gondokat, a pozitív oldalát ennek, mi az, amit a gyerek elsajátított, milyen kompetenciák alapozottak meg nagyon jól, és hol kell még javítani, hol kell még felzárkóztatni. Úgy véli, ezek a tudásfelmérők fontos visszajelzések a pedagógusoknak, amely elősegíti a jövőbeli oktatás hatékonyságát, illetve azt az útvonalat, amelyet követhetnek a hiányosságok kiküszöbölésére. Az eredmények alapján pedig tisztább képet kaphatnak a szülők és a pedagógusok is a diákok felkészültségéről, mondta Illés Ildikó, a Maros megyei tanfelügyelőség főtanfelügyelő helyettese. Ezeket a minősítéseket vagy a jegyeket, attól függ, hogy milyen osztály, ezekbe lesznek iktatva, vezetve az informatikus rendszerbe, és az informatikus rendszer alapján akkor készítenek egy országos statisztikát, amelyiket össze tudják hasonlítani az európai országokkal. A felmérőket, miként a próbaérettségit is a diákok jelenlétével tartják, a koronavírus járvány ellen hozott intézkedések betartásával.